Itt a Kesélysi úti elágazónál alakítják majd ki az új szekszárdi elkerülő út egyik szakaszát, ami a mostani tehermentesítő út körforgalmába torkollik majd. A beruházás előkészítése folyamatosan zajlik. A tervek elkészítésével megbízott cég április közepén adja be az előzetes vizsgálati hatástanulmányt a környezetvédelmi hatósághoz, majd ezt követően június közepéig elkészíti és benyújtja a hatósághoz az épülőút szakasz engedélyezési terveit is. A dokumentumok elkészítése már folyamatban van. Eközben a polgármesteri hivatal munkatársai is folyamatosan dolgoznak a projekt előkészítésén. Az önkormányzat feladata most, hogy a projekt előszakban módosítsa a város rendezési tervét, amennyiben ez szükséges. 2021. 6.-30-ával megindul az engedélyezési eljárás, tehát nem kell hosszú éveket várni arra, hogy a város, belvárosnak a forgalma csökkenjen. Az elkerülő utat egyébként a tervek szerint három szakasz során alakítják majd ki. Az út a tervek szerint a Kesélysi úti szakasztól egészen a Decsi Szőlőhegynél található körforgalomig tart majd.